Sziasztok, én Moviro vagyok. A mai videóban gondoltam bemutatom nektek a képregény gyűjteményemet. És ha tetszik majd, amit láttok, akkor természetesen lesz majd ennek a videónak folytatása is. Ezt majd légy szíves nekem kommentben. Na de akkor szerintem ugorjunk is neki, mert most nagyon sok képregényről lesz szó. Csodálatos pókember, első széria. Ezt a képregénysorozatot a Szemi kiadó kezdte elkiadni még 1989-ben, és összesen 127 számot ért meg, és két külön számot. Szerencsére nekem sikerült beszereznem mindegyik darabját. A sorozatról röviden, hogy leginkább az Amazing spider man közöltek történeteket, de egy kisebb időre a magyar kiadás bepillantást nyújtott a Web Spider-Man sorozatba is, 1996 és 97 között. A futása nagy részében 32 oldalas terjedelemben jelent meg. De mivel egy átlagos történet 22 oldalas volt, a fennmaradó 10 oldalt is ki kellett tölteni valamivel. Legelőször egyszerűen a soron következő epizódot közölték. A következő számban a rész második felével kezdték. A 27. számtól ezt az űrt más Marvel hősök kalandjaival töltötték ki. A első ilyen egy köpeny és kar volt, ezt követte az első magyar X-Men történet a 35. számban. A 36. és 50. szám között a Kitty Pride és Rozsomák történet futott. Az ilyen történet egy Magyarországon a Happy End lapoknál már ismert megtorló kaland volt, melyet időnként megszakított a titkos háború és az esküvő. A 69. számtól második történet mindig egy régebbi pókember kaland volt. Először más hősükkel vendégszerepben, majd kizárólag pókemberrel. A 104. számtól fokozatosan elhagyták a klasszikusok közlését. A 120. számtól 72 oldalon jelent meg, csak új történetekkel. Csodálatos pókember, második széria. Ezeket a képregényeket szintén a személy kiadó adta ki. A sorozat az Ultimate Spider-Man című amerikai kiadványt közölte. Ezek a pókember történetek egy alternatív világban játszódnak, Peter Parker ifjú korában, és semmi közük nincs a korábban megismert történetekhez. Ez a sorozat 90 számot ért meg. Ezeket a történeteket a 2000-es évek elejétől egészen a 2010-es évek végéig adták ki itthon Magyarországon. Megjelent számok kezdetben 28 oldalasak voltak, majd pedig 72 oldalasak, végül pedig 50 oldalasak lettek. Először csak egy amerikai történet szerepelt a pókember füzetekben, majd a 72 oldalasra bővítése, immáron három pókember kalandot olvashatott a rajongó. Végül két Peter Parker cselekmény került közlésre a képregényben. A 27. számig két havonta jelentek meg a hálószövő szuperhős kalandjai, majd onnantól kezdődően havi megjelenésű lett a képregény. Csodálatos pókember, harmadik széria. A sorozat, melyet szintén a személykiadó adott ki, a Csodálatos pókember elnevezést viselte. 2010. decemberében a magyar kiadó úgy döntött, hogy befejezi az újvilági Peter Parker kalandjainak közlését, és visszatér a korábbi klasszikusnak mondható Amazing Spider-Man széria megjelentetéséhez. Ezen képregény sorozat első száma a Polgárháború című nagyobb esemény előzményeinek a pókemberhez kötődő részeivel indított. Technikai okokból kifolyólag a harmadik széria csak februárban kezdett megjelenni január helyett. 2011-ben mindösszesen két szám jelent meg a sorozatból. Az egyik az előbb említett februári volt, a másik a márciusi. Mint kiderült, a szemi kiadó ellen végelszámolást kezdeményeztek, melynek későbbi felszámolását 2011 májusában a Fővárosi Bíróság főeljárásként elrendelte. Fantom! Ez a képregény sorozat összesen 24 számot és egy külön számot élt meg melyet 1989-től 1992-ig adott ki a személykiadó. A képregények terjedelme 28 oldalasak voltak. Az első számtól a 20. számig fekete-fehérben kezdték el közölni a fantom történeteket, majd pedig a 21. számtól átértek a színes képregények közlésére. A kiadó megszűnése után senki nem érezte úgy, hogy ki lehetne még adni a fantom történeteket. De talán majd egyszer. Ha lesz, én tuti leszek rájuk. Robot zsaru. Robot Zsaru egy két havonta megjelenő képregény sorozat volt, ami 12 számot élt meg, melyet 1991 és 1993 között jelentetett meg a személykiadó. A magyar kiadás első száma a Paul Verhoeven által rendezett Robot Jaru mozifilm első részének képregényes adaptációját tartalmazta. A megjelent számok 50 oldalasak voltak, és általában két amerikai számot foglaltak magukban. Számos kiadványban az újság közepén vagy a végén hosszabb terjedelmű dokumentációk, illetve leírások szerepeltek. Batman Az első hazai Batman képregény az 1989-es mozifilm képregényes adaptációja volt, melyet a személy kiadó adott ki. Utána 1990 januárjától a korábban említett kiadó jóvoltából folytatódtak Batman kalandjai. És havonta kerültek az újságárosokhoz az elmis detektív legújabb történetei képregények közel 50 oldalasak voltak, és főleg az amerikai Batman és a DC kiadványokból közöltek történeteket. Az 1990-es esztendőben 12 képregény jelent meg, 1991-ben már csak 10, míg 1992-ben pedig már csak 3 Batman képregény került az újságárusokhoz. 1992-ben már csak két havonta jelentek meg Batman kalandjai. A 25. számmal megszűnt a sötét lovag önálló képregénye, ám ez nem jelentett végleges búcsút az állatos hőstől. Superman Ez a képregény sorozat 18 számot élt meg. 1990-től 1992-ig adta ki a szemig kiadó. A magyar kiadás a hat John Beer által fémjelzett, de Man of Steel című minisorozattal indított. A megjelent számok kezdetben 34 oldalasak voltak, így általában másfél amerikai számot foglaltak magukban. A 16. számtól kezdődően 50 oldalosak lettek a füzetek, így két teljes amerikai történet jelenhetett meg a személykiadó kiadó ezen lapjában. Az 1992-es Hessendőtől már csak két havonta jelentek meg Superman képregények. Superman és Batman A kiadvány 1992. júliusában jelent meg először. A 18 számot megérő Superman és a 25 részes című Batman képregény sorozatok utódjaként. 90-es évek végén szép sorjában megszűntek az újságárosoknál kapható képregények a kereslet visszaesése miatt. És Superman és Batman sem kerülhette el a végzetét. 2001. decemberében az 57. számmal búcsúzott az olvasóktól eme kiadvány. Ebből sajnos eddig még nem sikerült beszereznem a teljes sorozatot, mint az előzőeknél, de talán majd egyszer. X-Men Az X-Men tagja legelőször a csodálatos pókember első sorozatának 35. számában találkozhattunk és 1992-ben a szemi kiadó elkezdte kiadni az önálló X-Men történeteket. A sorozat 36 számot ért meg, melyet 1992 és 1997 között adott ki a személy kiadó. A sorozat a Marvel Comics által kiadott Ankani X-Men képregény sorozat egyes történeteit tartalmazta. Egy szám átlagosan 50 oldalas volt, és két amerikai kiadványt foglalt magával. Sajnos még ebből sem sikerült mindegyiket beszereznem. Spawn a Spawn képregényeket 1997 és 1999 között adta ki a szemik kiadó. Ez a sorozat 18 számot ért meg, de később újra elkezdték kiadni, de erről inkább majd később beszélnék. A sorozaton olyan híres alkotók is dolgoztak, mint Ellen Moore, Frank Miller vagy éppen Neil Gaiman. A sorozat az image kiadó egyik legismertebb karakterének, Spawnnak a kalandjait tartalmazta magyar kiadás az amerikai szpón első számától kezdődően sorrendben haladva közölte az összes számot, és a 37. számig bezárólag. Ez volt a magyar 18. számban megjelentetett utolsó történet, kivéve a tízes rész. Lényeges megegyezni, hogy ez a tízes szám Eisner jelölést is kapott. Marvel Extra A Marvel Extra egy két havonta megjelenő képregény sorozat volt, ami Magyarországon jelent meg a személy kiadásában 1993 és 1996 között. A kiadvány azzal a célral indult útjára 1993-ban, hogy a Marvel Comics univerzumát minél szélesebb körben mutassa be. A Marvel Extra-nak 24 száma jelent meg, az utolsó 1996. decemberében. sorozat helyet adott a Marvel ismertebb szuperhőseinek és szuperhős csapatainak, melyek hazánkban önálló kiadványjal nem rendelkeztek, köztük a bosszú a fantasztikus négyes vasember és van egy gyerek kalandjainak. Ezen kívül az önálló kiadványok nagyobb történeteinek, így az X-Menben megjelenő Infernónak, valamint a Marvel szuperhősök egyik legnagyobb terjedelmi közös kalandjának, a titkos háborúnak. Titán ember! Ezt a képregény sorozatot Juhász Nagy Gábor adta ki. Itt most egy magyar képregényről van szó, mely összesen kilenc számot élt meg. 2015 és 2016 között adták ki ezeket a füzeteket. A kiadó még annó azt mondta, hogy lesz a sorozatnak folytatása, de így négy év elteltével nem hiszem, hogy meg fog valósulni. De mind a rajzok és mind a történet nagyon jól el lett találva, úgyhogy bátran ajánlom mindenkinek. Hihetetlen pókember Ezt a sorozatot a Panini kiadó adta ki 2005 és 2008 között. Hosszú szünet után újra olvasható vált itthon a klasszikus pókember történet folyam, amit az első pár évben J. Michael Straczynski és John Romita Junior rajzoló megközelítésében figyelhettünk. Összesen 27 számot ért meg ez a sorozat, sajnos nekem ebből csak 20 van meg még, de ami késik nem múlik. Az első 12 szám még 28 oldalon jelent meg, majd pedig 52 oldalon élvezhettük a hálószövő legújabb kalandjait. Rozsomák a rosomák képregény sorozatot 2005 és 2006 között adta ki a Panini kiadó, és 12 számot élt meg. Ez volt az első magyar kiadvány, mely az X-Menből ismert Rosomákot saját sorozatában mutatta be. A sorozat a Wolverine harmadik széria részeit kezdte el közölni, annak 20 számától. A kiadott 12 rész két nagyobb történetből áll. Az első hat füzetben az állam ellensége, az utolsó hatban pedig a SHIELD ügynökét olvashatjuk. Újvilág Fantasztikus 4-es Az Újvilág Fantasztikus 4-es egy 2005 és 2006 közt futó 12 részes képregény volt, melyet a Panini kiadó adott ki. A sorozat az Ultimate Fantastic for magyar kiadása. Ebből következőleg a szereplők sok pontban eltérnek a normál Marvel realitásban élő Fantasztikus Négyestől. Ezek a képregényfizetek 28 oldalas terjedelemben jelentek meg. A hazánkban kiadott 12 rész két történetet mesélt el, melyek Warren Ellis és Steve Eumonen munkái. Új X-Men Az új világ X-Men a Panini kiadó által kiadott képregény sorozat volt, melyet 2005 és 2007 között jelentettek meg. Ez a sorozat 26 számot élt meg. A sorozat a Marvel Comics Ultimate X-Men magyar kiadása. Panini magyar piacról történő kivunalását követően a Fumax kiadó folytatta az Új Világ X-Men című képregénysorozatot onnan, ahol az olasz cég befejezte a kiadást. Na akkor ennyi lett volna ez a videó mára. Ha szeretnétek, hogy még a képregényeimet bemutassam egy külön egy második részes videóban, akkor nyugodtan írjátok le a kommentben, és persze iratkozzatok fel a csatornámra, és ne felejtsétek el lájkolni a videót. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Look like this.